Sziasztok, Kristóf vagyok. Ők a családom. Nagyon fontosak nekem, ezért próbálok minél jobban odafigyelni rájuk. És persze ők is rám. Ő itt nagypapa. Ránézésre meg sem mondanád, hogy már elmúlt 70. Mind a mai napig nagyon aktív életet él. Imád kertészkedni és barkácsolni. Szinte egy perc nyugta sincs a ház körül. 2 éve majdnem elvesztettük őt. Éppen a 70. születésnapját ünnepeltük. Végre összejött a család apraja nagyja. Az öröm azonban nem volt felhőtlen. Nagypapa alig, hogy elfújta a tortáján a gyertyákat, hirtelen rosszul lett. Mint utóbb kiderült, sztrókja volt, és csak a gyors beavatkozásnak köszönhette, hogy felépült. A sztrók során az agyi ereke egyike elzáródik, így az agy egy része vérellátás nélkül marad és leáll. Olyan ez, mint amikor egy virág nem jut vízhez és hervadni kezd. Ilyenkor kulcsfontosságú, hogy minél rövidebb időn belül megszüntessék az elzáródásokat, így az agy újra megtelik élettel. Bogi nővérem férje szerencsére rögtön felismerte a tüneteket. Nagypapa nehezen formálta a szavakat. Szája egyik oldala lefelé görbült, karjai elgyengültek. Azonnal hívtuk a 112-t, így a mentők még idejében kórházba szállították. Nagypapa ma már újra teljes életet él. Hosszú volt a felépülés, és azóta jobban figyel az egészségére. Reméljük, még sokáig együtt lesz velünk. Ha a stroke tüneteit észleled valakin, késlekedés nélkül értesítsd a mentőket a 112-es hívószámon. Életet menthetsz. Készült az Állami Egészségügyi Ellátóközpont megbízásából.